Köszöntöm nézőinket! Önök a Szentendre Ma hírmagazinunkat látják. Elsőként nézzük mai adásunk tartalmát röviden. Rendkívüli testületi ülés. Szentendre város település szerkezeti tervének partnerségi egyeztetésére bocsátandó anyagáról is tárgyaltak a városvezetők. Fesztiválok. A legkisebbeket is érdemes előre felkészíteni, arra az esetre, ha elszakadna egymástól a család. Sand kézilabda. A VB negyedik helyén zárt a női válogatott. Szentendre város település szerkezeti tervének partnerségi egyeztetésére bocsátandó anyagáról is tárgyalt a város képviselő testülete tegnapi rendkívüli ülésén. A grémium 2015-ben elfogadta a település fejlesztési koncepciót, majd erre alapozottan elkészült a város település szerkezeti terve, partnerségi véleményezésre szánt egyeztetési anyaga. A képviselő testület döntése szükséges a tervjavaslat partnerségi egyeztetésére bocsátásához. A jogszabályi előírások miatt szükséges a város település szerkezeti tervének felülvizsgálata, amiről még 2014 márciusában döntött a képviselőtestület. A tervezés az előzetes tájékoztatási szakasszal indult. A partnerségi egyeztetés 2015. december 7-e és 2016. január 25-e között lezajlott. Ebben az időszakban összesen 22 darab lakossági vélemény érkezett. A hivatalos partnerségi tájékoztató közzététele előtt és azt követően is több lakossági kérelem, egyéb észrevétel, javaslat érkezett a főépítészeti kabinethez a készülő település rendezési eszközökkel kapcsolatosan. Előzetes szándékaink szerint a település rendezési eszközöknek a módosítása, ami ugye teljes eljárásban zajlik, az olyan módon ment volna, hogy a múlt év végén, ez év elején lefolytatott előzetes tájékoztatási szakaszt követően már az elkészült, vagy hát tulajdonképpen tervezetként elkészített szerkezeti tervet szerettük volna partnerségi véleményezésre bocsájtani, még mielőtt végleges formájában a szabályozási tervvel együtt megindítanánk annak a véleményezési szakaszát. Azonban a nagyszámú egyéb partneri véleményeknek a sokféleségére való tekintettel, illetve a polgármester úr által is említett konkrét megkeresésnek a tükrében azt javasolnánk, hogy a már elkészült TST anyagot azt ne véleményezési szakaszként tárjuk a partnerek, tehát elsősorban a lakosság és a szervezetek elé, hanem visszanyúlva tulajdonképpen az előzetes tájékoztatási szakaszhoz egy tájékoztatási anyagként kapjanak lehetőséget a partnerek egy ismételt partnerségi egyeztetés keretében való véleményezésre vagy javaslattételre. És ebben a formában akkor tulajdonképpen az eljárásnak az első szakaszában tudnak már véleményeket, illetve javaslatokat megfogalmazni, és kaphatnak erre már az első szakaszhoz kapcsolódóan szakmai válaszokat. Fülöp Zsolt a TESZ képviselője kérte, hogy hallgassa meg a testület Pilis Dánielt, aki az Izbék Csicserkó utcai lakóközösség nevében szeretné elmondani véleményét. A polgármester elutasította a kérést. Én úgy gondolom, hogy ez nem az a fórum, ahol itt ebben a kérdésben most szakmailag belemennénk, hiszen nem a település szerkezeti tervről fogunk itt most vitát nyitni. Éppen ugye arról szólt főépítész úrnak a előterjesztés, hogy ezt most nyitjuk meg, ezt a szakaszt, és akkor ennek meg lesznek a megfelelő fórumai. Itt elsősorban nem az a probléma, hogy a határidők milyenek, tehát hogy 21 nap, 30 nap és a többi, hanem hogy a tájékoztatás hogyan zajlik. Szerintem ez az alfája és omegája ennek a hész tárgyalásnak, és ezért lenne jó, hogyha ezt végig tudnánk beszélni, ha véleményeket meg tudnánk hallgatni, és ennek alapján majd kellene tovább vinni a tájékoztatást. Legalábbis én úgy gondolom, ezért lenne jó, hogyha
egy közvetlené lakóközösség véleményét már most megismernénk mindannyian, és ennek megfelelően, vagy ezt figyelembe véve tudnánk esetleg a tájékoztatással tovább haladni. Tegnap a bizottsági ülésen, meg még utána is mi hosszan beszélgettünk erről az anyagról. Én az elején a hozzászólásomban arra kértem az illetékeseket, hogyha lehetséges, akkor városrészenként tartsunk lakossági fórumot. Most olvasom egyébként ezt a levelet, pont ugyanez volt a kérésük, mert az a tapasztalatunk, hogy nem igazán tudnak róla a városlakók. Az anyag meglehetősen nehéz, ezt akkor is elmondtam, hogy még egy képviselő számára is, a képviselő persze nem a legek legye, de mondjuk egy kicsit jobban talán rálát erre a dologra, hát akkor egy egyszerű lakos számára. És miután a lakosokat általában a saját közvetlen környezetük érintés érdekli, ezért célszerű lenne, mondom, városrészenként fórumokat tartani. Ha csak arról, ami új változás lesz, vagy ha csak a kérdéseiket tudják feltenni, és kibeszélésre tud kerülni ez a dolog, én úgy gondolom, hogy az megnyugtató lenne, főleg a előző testületi üléseknek a függvényében úgy gondolom, hogy mindenképp a tájékoztatást egy picit erősíteni kéne. Köszönöm. A tervek egyeztetési anyagának partnerségi véleményezési eljárását két ütemben tervezik. A település szerkezeti terv esetében 2016. augusztus-szeptember folyamán, a helyi építési szabályzat esetében 2016. őszén, október második felében, illetve novemberben várható. A TST és a HÉSZ államigazgatási szervekkel való egyeztetések közösen egy eljárásban zajlik majd, szintén az ősz folyamán. Jelenleg a TST partnerségi egyeztetésének megindításához járult hozzá a testület. Az új TST és HÉSZ testületi elfogadására az államigazgatási és partnerségi egyeztetések lefolytatása után várhatóan 2017 tavaszán kerülhet sor. A nyár a fesztiválok ideje Szentendrén is. Ahhoz azonban, hogy mindenki jól érezze magát, a zsúfolt forgatagban a legkisebbeket is érdemes előre felkészíteni, ha esetleg elszakadna egymástól a család. Szentendre több fesztiválnak, rengeteg embert megmozgató rendezvénynek nyújt otthont, ahol a család minden tagja megtalálja a neki leginkább tetsző elfoglaltságot. A gyerekekre külön is oda kell figyelnie a szülőknek, és előre felkészíteni őket, hogy mit kell csinálni akkor, ha a forgatag elsodorja őket, vagy lemaradnak szüleiktől, ismerőseiktől. Amikor az általános iskolások, óvodások eljönnek hozzánk, akkor az első dolog mindig, amit megkérdezek tőlük, hogy tudják-e a telefonszámát a szüleiknek. Általában az óvodások azok nem tudják, az iskolások talán már tudják, de leginkább ők sem. Én azt mondom, hogy nagyon jó, hogyha a gyereknek a zsebébe lapul egy kártya, amire csak annyi van ráírva, hogy apa meg anya, egyik oldalra, másik oldalra, egy-egy telefonszámmal. Ugyanis, hogyha a gyerek netán elkeveredne a tömegben, akkor a legelső szimpatikus emberhez odalép, aki úgy néz ki mondjuk, mint a nagymamája vagy a nagypapája, és akkor megkér, és akkor azonnal tudják a szülőket riasztani. Ez egy nagyon-nagyon bomba biztos, nagyon jó megoldás. Kell dugni minden zsebébe, mert a gyerek egyébként ezeket előbb-utóbb el fogja hagyni, de azért az jó, hogyha van nála, ez mindenféleképpen nagyon-nagyon sokat segít. Hogy mire a recept? Én is elveszítettem egyszer a lányomat, pedig egyfajtában mindenkinek azt mondom, hogy vigyázni kell a gyerekekre. A gyerekek trükkösek egyébként, szerintem sokkal ügyesebbek, mint annak idején Houdini volt, tehát bárhonnan megszabadulnak, hogyha ők ezt úgy gondolják. Persze folyamatosan figyelni kell, meg fogjuk meg a kezét, meg mindenféle egyebek, de hát hogyha mondjuk nagy a kalandvágy vagy a kitörési szándék a gyermekben, akkor úgy is meg fog lépni, úgyhogy le kell vele ülni, és el kell neki mondani, hogy ha ilyen történne, akkor ne ijedjen meg, keresse meg a legelső szimpatikus embert. Hogyha olyat talál, aki mondjuk ilyen formaruhában van, az nagyon jó, mert akkor az lehet rendőr, tűzoltó, de lehet, hogy pincér vagy bárki más, teljesen mindegy. De olyan ember, aki mondjuk egy adott létesítményhez tartozik, ő minden bizonnyal tud segíteni. És ez a kis telefonszámkártya sokat segíthet. Én úgy gondolom, hogy ez mindenféleképpen nagyon jó, hogyha ott van a szülőknél, ez nagyon sok lehetőséget ad. Városunkban ez ideig nem kellett a rendőrkapitányságnak fesztiválokon elveszett gyerekek megtalálásában közreműködnie, ami a családok felkészültségét is dicséri. A jövőben is a szentendrei és az országos fesztiválok résztvevőjeként mindenki legyen empatikus, ha látja, hogy egy kisgyerek nem találja a hozzátartozóit, segítség ezzel is a rendőreinek munkáját, hogy minél kevesebbszer hangozzon el a felkiáltás, hogy hol a gyerek. A célkitűzéseknek megfelelően a negyedik helyen végzett a női strandkézilabda válogatott a magyarországi Palatinus strandon rendezett világversenyen.
a szentendrei játékosokkal is pályára álló csapat hazai közönség előtt szeretett volna előkelőbb helyen végezni a rangsorban. Hosszú, eredményes, ugyanakkor küzdelmes felkészülés áll a női strandkézilabda válogatott mögött, akik rengeteg felkészítő mérkőzést vívtak itthon, valamint napi 10 órát edzettek, hogy formában legyenek a magyarországi világversenyre. A sérült húzójátékosokat azonban nehéz volt pótolni a válogatott szövetségi kapitányának, Gróz Jánosnak. A számos szentendrei játékossal felálló válogatott az ellenfelektől egy újfajta, nem túl szimpatikus játékstílus tapasztalhatott meg a pályán. Ezt kudarcként éljük meg. Mi világbajnoki döntőt szerettünk volna játszani, és legyőzni a brazilokat, de mindenképpen szerettünk volna egy érmet szerezni, és egy világjátékok kvalifikációt. Tehát ugye ez egy nagyon-nagyon hosszú időszaknak lett volna a vége. Utána 2006 környékén az akkori vezetőnk Firnic József találta ki ezt, hogy akkor még úgy volt, hogy 2017-ben Magyarországon volna a világjátékok, hogy addigra egy olyan válogatottat építeni, ami fiatal és ugye erősebb, mint Európa. Igazából ezt megcsináltuk az elmúlt években, kétszeres Európa-bajnokként vágtunk neki az évnek, és hát úgy gondoltuk, hogy ez egy kicsit sikeresebb lesz. Menet közben, amikor megtudtuk, hogy Bozsikának rossz a válla és kiesik, akkor már voltak gondjaink, de akkor azt hittük, hogy még egy jó kittivel, meg egy jó csapattal meg tudjuk oldani. Valószínűleg elég sokáig húztuk a szűkítést, és a végén három kapus mellett döntöttünk, hogy akkor a védelem jó legyen. Így utólag igazából az elmúlt pár napon más eset elég, mint hogy próbálok rájönni, hogy kellett volna. Valószínűleg a mentálisan jobban fel kellett volna építeni a csapatot, mert nem tudtuk, hogy ez ennyire, hogy a hölgyek és a férfiak mások. Tehát a fiúknál ez a negyedik hely, ez egy nagyon nagy bravúr, és nagyon ügyesek voltak, és őket nagyon jól motiválta. Egy a világjátékok lehetősége, kettő a közönség. A lányok nagyon boldogok voltak a közönségtől, de mindenki egyszer akart szép, okos és ügyes lenni, és nem hibázni. És ebből kialakult egy ilyen valami fajta görcsösség, amit a spanyol vereség után mondjuk azt, hogy rendbe raktunk, de onnantól kezdve ugye már mindenki brazil elődöntő volt, és hát a harmadik hely meg egy vabank volt. Tehát ahol szétlövés van, ott tudni kell, hogy bármi történhet. A női válogatott szövetségi kapitánya szerint a magyarországi rendezés legnagyobb pozitívuma, hogy népszerűbb lehet a strandkézilabda hazánkban is a teremtorna mellett. A közeljövő tervei között szerepel, hogy Szentendrén és a környéken augusztus közepétől a 10, 11 és 13 éves korosztályoknak toborzást tartanak, hogy tovább építsék a városi, női csapat utánpótlását. Rövid pihenő után újra megkezdődnek a válogatott edzései, felkészülés az ősszel és tavasszal rájuk váró megmérettetésekre. A csapat összetételében is várható változás a jövőben, érdemes lesz tehát tovább bíztatni, szurkolni nem csak a szentendrei lányoknak, de a hazai válogatottnak is. A Szentendre ma adását látták, maradjanak továbbra is velünk. Hamarosan Művészváros című kulturális magazin műsorunk következik. Hírmagazinnal legközelebb hétfő este 7 órakor jelentkezünk. Addig is visszakereshetik műsorainkat a tvszentendre.hu honlapon, ahol friss híreket is olvashatnak, de csatlakozhatnak oldalunkhoz a Facebookon is. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!